ahol irónia van, meg humor, ott kioltódik a gyűlölet. Ezért minden autoriter hatalomnak ős ellensége a humor. Azért ér vissza annyiszor, hogy a srácok elkezdenek katonázni, játszani, aztán folyton húzakodnak, meg összevesznek, és elbasszák az időt, hogy végül nem sikerül, és folyton ez ismétlődik, és folyton ezt ér vissza, mert ezek mi vagyunk. Ezt mi csináltuk? Hogy az a rengeteg, sok száz katonáról van szó, és ezt úgy kellett elosztani, hogy teljesen paritás elven kellett elosztani, hogy egyforma súlyúak legyenek, és akkor, ha az kisebb, akkor te is kapsz egy kisebbet. És hogy egyforma nehezen dőljenek föl, ha rugóságyúval eltaláljuk őket. Már az osztozkodás napokig tartott néha. Aztán felépíteni az erődítményrendszert, vagy a terepet, az erdőt, a hegyet, a fákat, meg a folyót, és aztán a csata a hadmozdulatokkal, meg a kifinomult szabályrendszerével. Hát ez egy napokig, hetekig elhúzódó folyamat volt, ami a családnak az idegeire ment, mert az egész szobát megtöltötte. És gyakran folyt verekedéssé, meg a csatatér összedöntésévé. Tehát ez egy ilyen alap. Mentünk az utcán az apukámmal, és ő hívő kommunista volt, főleg akkor meg, és elkezdett lelkesen beszélni arról, hogy ellenforradalom volt Csehszlovákiában, és mi oda mentünk tankokkal, szovjetekkel, meg a többiek, és rendet csináltunk. És ő örült, elégedett volt, és hát én, mint 6 éves kisfiú, aki szereti az apukáját, természetes volt számomra, hogy én is örültem. Talán nem nosztalgiának hívnám, nem is gyerekkori, nem a gyerekkor iránti nosztalgia, ez nem a nosztalgia a jó szó, hanem hogy azt nem tagadhatjuk meg. Hát nem tudom és nem is akarom megtagadni a gyerekkoromat, akármilyen is volt, kisdobossággal, úttörőséggel, később kisztagsággal együtt, nem tagadhatjuk meg, mert akkor voltunk boldogok, akkor voltunk szerelmesek, akkor másztunk fára, akkor fociztunk, rúgtunk be a szomszéd ablakát, hát akkor történt minden, akkor történt minden, ami egész ég, amit egész életünkbe elviszünk. Ha ezt megtagadjuk, akkor önmagunkat tagadjuk meg. Először is szögezzük le az alapot. Az alap az, hogy egy szörnyeteg volt, mint ahogy minden diktátor az. És itt nem mentség az se, hogy az ő diktatúrájával lehetett Magyarország a legvidámabb és a legélhetőbb barak. Minden együtt az az alap, hogy ő egy szörnyeteg volt. Na és akkor ezt az alapot rengeteg minden árnyalja. Az ő politikai tehetsége és atyai sármia, amely egy nagyon, még csak nem is kétélű dolog, hanem egy pusztító dolog ez az atyaiság. Hiszen minden diktatúrának az az ambíciója, hogy kiskorúsítsa az alattvalóit, ezt ma is érezzük. Ez a kiskorúsítás anyagi gondoskodásban is megnyilvánul, meg egy ilyen morális szellemi, egy ilyen morális kisugárzásban, egy ilyen imageben, egy ilyen atyai sárban. De nem akartam szimpatikusnak ábrázolni, de valószínűleg tudattalanul is rárétegződött a figurájára az én gyerekkori Kádár élményem, ami egy ilyen gondoskodó, biztonságot sugárzó apuci, nagypapa, jóságos nagypapa. Igen, talán a jóságos nagypapa, ami természetesen egy ilyen szüleitől, rokonaitól függő, nevelőitől függő kisgyereknek a látásmódja. De hát végülis a hőseim is ilyesmik. Nyugodtan láthatják így. A szerkesztő találta ki, és nem rossz. Nyilván érezzük az utalást a bejáratott irodalomelméleti kategóriákra, a mágikus realizmusra, ami már utalás a korábbi szocialista realizmusra. Szerintem azért találta ki ezt a szerkesztő, mert a hősök gyanúsak, gyanús a hősök életkora. Nem akarok spoilerezni, tehát nem mondom meg, hogy milyen korúak a hősök, de furcsa az, hogy a hősök katonák és így viselkednek, tehát így csikorog a gépezet. Tehát elsősorban van egy politikai, hadtudományi, hadtörténészi munka,
Ez egy nagyon lelkiismeretes hadtörténész Pataki Ivánnak a Vonakodó Szövetséges című kötete, amelyik a politikai hátteret feldolgozza, és a konkrét hadműveleti részleteket is nagyon precízen és hatalmas utánajárással feldolgozza. Meg van más, tehát sok szakirodalom van, de ez volt a fő, és amikor a történet szempontjából egy fontos eseményt találtam ebben a szakirodalomban, akkor utána néztem a napi sajtóban, tehát akkor, hogyha március 23-án történt valami, akkor megnéztem a március 24-25-i Népszabadságot, és így tovább. A Népszabadság volt a legfontosabb, mert az volt a kommunista párt központi lapja, illetve a helyi lapokat is érdemes volt néha megnézni, a megyei, korabeli megyei lapokat, azok is mind pártlapok voltak. Egyszerre négy nyelven jelenik meg, a négy visegrádi ország nyelvein, csehül, szlovákul, lengyelül és magyarul, és ez egy olyan együttműködés, egy olyan program, ahol évente megjelenik valamelyik ország egy szerzőjének egy regénye, és ebben az a mutatvány, az a szép, hogy egyszerre jelenik meg az a szöveg, az a regény, egyszerre jelenik meg a négy országban. Ha nem törekszem rá, hanem egyszer csak ott van, és azt gyanítom, hogyha ezt ki akarom deríteni, akkor már mélyre kell mennem. Tehát valószínűleg ez egy ilyen kamaszkorban kialakult menekülés. Nem volt könnyű akkor az életem, és lehet, hogy egy ilyen túlélési stratégia volt. Talán, ha csak egyen megyünk mögé, egyen lépünk vissza, egyen megyünk a mögé, hogy mi lesz egy humor, akkor ott találjuk magunkat, hogy az önmagunk kívülről látásának az igénye. És az már nagyon közeli dolog, mert az már olyasmi, mint az irónia. Szóval valószínűleg ez egy ilyen túlélési esély volt nekem abban az időben a meghűlés ellen.